lezárult a Tolnai Családsegítő Központ jótékonysági aukciója, amelyből a befolyó pénzt hátrányos helyzetű gyerekek és idősek megajándékozására fordítják és teszik szebbé a karácsony számukra. Az árverésre szeptember végétől várták a felajánlásokat, amelyekre licitálni lehetett. Összesen 222 tételt ajánlottak fel, amelyből 199-re érkezett érvényes licit. A központ vezetője azt mondja, a járványhelyzet miatt jótékonysági rendezvények lebonyolítására nem volt lehetőség, ezért találták ki a gyűjtésnek ezt a formáját. Tavalyi évben jótékonysági koncertet szerveztünk. Az idei évben ugye a kialakult helyzet miatt erre nem volt lehetőségünk, ezért jött az ötlet, hogy szervezzünk jótékonysági árverést. A tavalyi évben a jótékonysági koncertből befolyt összegnek is, tehát nagyon örültünk, de hogy az idei évben ez bőven meghaladta a tavalyi évben elért összeget, ezért úgy döntöttek a civil szervezetek, hogy tekintve a pénzösszeget, az adományozást szeretnénk kiterjeszteni a Tolnai járásban lévő többi településre is, Fácánkertre, Bogyiszlóra és Vadra. Múlt hét szerdán zárult a 9 tolnai szervezet összefogásával megvalósult jótékonysági árverés, melynek eredménye minden várakozásunkat felülmúlta. Több mint 1 millió forint gyűlt össze, 222 tételnyi licitálandó került fel a Családsegítő Központ Facebook oldalára. A Családsegítő Központ az év során is végez folyamatosan adományozó tevékenységet. Bútorokat közvetítünk, műszaki cikkeket, használt ruhát osztunk, de hogy a karácsonyi időszak az mindig magában hozza a várakozást, és szeretnénk a gyerekeket minden évben megajándékozni. A felajánlók között voltak tolnai civil szervezetek, magánszemélyek, helyi művészek, sportolók és ismert személyiségek is, például Péter Szabó Szilvia, illetve Dárdai Pál, akinek futballcipője 60 ezer forintért kelt el. Nem kevesebb, mint 40 tolnai és környékbeli vállalkozás is támogatta az aukciót. A felajánlott értékek között akadtak műtárgyak, dísztárgyak, szolgáltatások, illetve műszaki cikkek is. A licitálásból befolyt összeg egy részét hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyi csomagjainak összeállítására fordítjuk. A licitekből befolyt összeg mellett készpénzadomány is érkezett a programra. A készpénzadományokból származó bevételt pedig létminimum közelében élő kis nyugdíjasok számára szeretnénk karácsonyi csomagot összeállítani tartós élelmiszerből. Az összeállított csomagok kiosztására terveink szerint december 17-én kerül sor. Itt a csomagok összeállításánál figyelmet szeretnénk fordítani a kialakult járványügyi helyzetre. Épp, bontatlan csomagolású dolgokat szeretnénk a csomagba beletenni, és egy, maximum két személy fogja ezt a családok számára eljuttatni a megfelelő védőeszközöket alkalmazva. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen módon ebben a programban részt vett és segítette annak sikerességét. A befolyt pénzösszegből 140 hátrányos helyzetű gyermek és 60 létminimum közelében élő nyugdíjasnak teszik szebbé a karácsonyát.